Új bolygóra költözünk. Első rész. Napjainkban. 2020. Nagyon sokszor álmodom, hogy hatalmas, erőtérrel védett űrhajóban utazom, hibernálva úgy 50 évre, hogy kibírjuk az utazást, és közben ne öregedjünk. Ugyanis, óriási sebességű űrhajóval is kb. ennyi az idő és távolság a legközelebbi lakható bolygóra. Aztán az automata gépek az érkezés előtt fél évvel felébresztenek, kiképeznek, és több ezer társammal Hawaii Digi lenne a luxus óriás hajó fedélzetén. De ez csak vészhelyzet, vagy különleges ipari munka esetén válik ez esélyessé. A Mars kolónia jelenleg úgy néz ki, húsz éven belül indul, de ott a Föld alá kell építkezni a nagy viharok miatt. Megoldható, de az önellátás földi segítség nélkül szerintem necces. Meg a légkör is maszkot igényel. Marad hát az álmom, ami azért annyira életű nekem, mert rendkívül sokat gondolok rá. Nem félek, lesz, ami lesz. A Földön már megtettem a magamét, jöhet az új élet bolygója. Az óriás űrhajón felébresztés után jó barátokkal, majdani kolóniatársaimmal kondiznánk, strandolhatnánk a műtengerparton, lennének nőnemű egyedek is, bulizhatnánk is. Szinte egy fél év szuper nyaralás várna. Na ezek az események, úgynevezett alfa filmek, álmok, gondolatok, a következőképpen játszódhatnak le. 180 év múlva. Az álom a hibernációban nagyon üres. Szinte csak fénypontokra, zakatolásra emlékszem. Azaz, nem is emlékszem, lehet, hogy az ébresztés pillanatai ezek. Hiszen nagyon új lett minden nekem, ahol szemem kezdte felfogni a képernyőt, a tárgyakat, szinte küzdöttem, hogy rájöjjek, mi ez, hol vagyok, ki vagyok én. Aztán sok-sok perc után mindent beazonosítottam. Nagyjából visszajöttek az emlékeim, pedig eltelt 49 év az indulásunk óta. Szerencse, hogy baráti körünkből útnak indultunk az új bolygó felé, 52-en. Amúgy az űrhajóban 6500-an voltunk, mi voltunk hivatottak várost építeni az új bolygónkon, a Bétán. Olyanokat választottak ki, aki egészséges, higgadt, nemzőképes, valamilyen szakmában nagyon jó. Én kommunikációban indultam. A Föld már kicsi volt, egyre forróbb lett, valamit tenni kellett. A mi társaságunk életkora 40 év körül járt, már jól bejártuk a Földöt, éltünk is, nem volt nagy kockázat. Ha bejön, óriási élmény. Ha nem, akkor tettünk valamit az emberiségért. Szinte egy pazar szórakoztató központ várt az űrhajó kolosszus eszmélési szakaszában. Akkor a belső térrel és vizuális trükkmegoldásokkal, hogy úgy éreztük, hogy szuper pálmás szigeteken vagyunk. Tengerpart... Koktélbárok, játéktermek, csinos hölgyek, mindenhol. Hamar összefutottam a haverokkal, és nagy ünneplést csaptunk. Az italok úgy lettek kitalálva, hogy csak pici hatásuk volt, nehogy valaki túlzás vessen. Fél évig leszünk itt ebben a paradicsomban, mennek az oktatások a feladatainkról, a bolygóról, mire megérkezünk. Az otthoniaink már nem élnek, ha csak nem történt valami azóta otthon a tudományban. De ezt tudtuk, vállaltuk, meg aztán legfőbb szeretteinket hoztuk ide. A szerződésben benne állt, hogy diszkréten, akinek párja van, azt meg nem bántva, de néha más hölgyekkel is nem zenünk kell a szaporodás véget. Ezt a számítógépek jelölték ki nekünk. De közben kezeléseket kaptunk. Erőlétjegyzéseken vettünk részt az új bolygó kis sűrűbb levegője miatt. Gyönyörű pszichológus nők ápolták a lelkünket. Nagyon finom ízű ételeket eszünk, általában püré formájában. Sok a szülni vállalkozó szellemű, húsz év körül szép lány, de sok a kimondottan egészséges tramfüggetlen strász is, aki felbukkan a tengerparton, a klubokban. Klónok is vannak közöttünk, de nem tudhatjuk kik azok. Eufórikus, boldog hangulat van a száguldó űrvárosunkon, és persze nagy várakozás, vajon milyen lesz az élet, a munka az új lakhelyünkön tudtuk előre, hogy a Földről ottani idő szerint öt évente videó üzeneteket kaphatunk. Aki erre befizetett. Az őrült, szinte felfoghatatlan távolság miatt a hipertéri üzenetek csak 10 év csúszással érkeztek meg az űrváros agyába. Úgyhogy most, amikor visszahoztak minket a hibernációs álmunkból 49 év után, megnézhetjük majd az ott maradt földi szeretteink 50 évnyi öregedését, miközben ki, mi picinkét, szinte semmit sem öregedtünk a hibernációban. Látni fogjuk majd szülőhelyünk és a földi élet fejlődését 50 év alatt. Persze, majd megjelennek a későbbi adatok is, az óriásit fejlődött hipertéri adatátvitel segítségével. Látjuk majd, mi történt nekünk a röpke, de a földön maradottaknak eltelt 50 év alatt. Borzongató lesz. Lelkileg nagyon felkészítenek minket, láthatunk majd vélhetőleg betegséget, halált, háborút, de nagy fejlődést is, ám mindenképpen öregnek fogom látni földi otthon maradt szeretteimet, pláne kedvesemet. Nem volt gyerekünk, nála volt valami gubanc, azt mondtam neki éljen nyugodtan az életét, majd 50 év múlva jön tőlem a videóüzi, akkor még csak 75 éves lesz. Talán, az űrhajóban, jó, ha kétezer ember merte felvállalni, hogy szembesül a világgal, szerettei elmúlásával. Eljött a nap, pontos időt megkaptam, mikor mehetek az agyba. Gyomrom egyre jobban szorongott, amikor beültem a kompjúter székbe. Felvettem a speciális szemmonitort, és elkezdődött a lejátszás mondanom sem kell, olyan réges szóval virtuális valóságszerűen, életűen, szinte beléptem a földi életbe. Döbbenet. Ugye az én agyammal a jövőt láttam, pedig az már a múlt volt. Az első öt év ugrás csak kicsit volt furcsa, de a tíz éves ugrásnál már megfagyott ereimben a vér. Folytatás következik.